Egyre durvább a vita az uniós vakcina ellátás körül. Kiderült, az AstraZeneca a tervezett vakcina mennyiség mindössze negyedét tudja leszállítani az uniónak az első negyed évben. A közösség a gyártót hibáztatja, a cég szerint viszont már az unió a hibás, mert későn adta le a rendelést. Olaszország szerződésszegés miatt pert fontolgat a vállalat ellen, amihez több állam is csatlakozna, az viszont már egyre biztosabb, hogy a 70%-os átoltottság nyár végére az egész unióban csak állam marad. Mindannyian tisztában vagyunk az ellátás problémáival, a vállalatokkal együtt dolgozunk a megoldáson. Így igyekezett megnyugtatni a késedelmes vakcinaszállítások miatt aggódó európai parlamenti képviselőket kedden az uniós gyógyszerhatóság vezetője. Emer Cook azt mondta, vizsgálják a gyártási kapacitások bővítésének lehetőségét, így a probléma remélhetőleg rövid ideig tart csak. Szerdára azonban csaknem kenyértörésé fajult az Európai Bizottság és az AstraZeneca gyógyszergyártó vitája. Brüsszeli források szerint a vállalat lemondta részvételét az oltóanyag hiány miatti válságtanácskozáson. A vállalat közleményben cáfolta a hírt, és leszögeztek, képviselői mindenképpen részt vesznek az egyeztetésen. A vita azt követően mérgesedett el, hogy Brüsszel kiviteli korlátozásokat helyezett kilátásba, azt sugallva, hogy a gyártó az uniónak szánt vakcinákat másnak adta volna el. Az AstraZeneca vezérigazgatója visszautasította a vádakat, mondván hasonló gyártási nehézségek az Egyesült Királyságban is adódtak, de ott több idő volt megoldani a gondokat, mert London 3 hónappal korábban kötött velük szerződést. Pascal Sorio a La Repubblica című olasz lapnak adott interjújában kijelentette, a belgiumi és hollandiai üzemekben tapasztaltak nehézségeket. A vezérigazgató szerint nagyon csalódottak, mert 2 hónapos elmaradásban vannak, de minden erejükkel a probléma megoldásán dolgoznak. Pascal Sorio ugyanakkor leszögezte, a gondokhoz nagymértékben hozzájárult, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt sokkal később kezdhettek hozzá a termelés felfuttatásához, mint a brit gyárban. Ezt követően került sor a szerdai tanácskozásra, ahol azonban megoldás nem született, sőt a korábbi kiszivárgott híreknél is rosszabbnak tűnik a helyzet. Jelenlegi állás szerint ugyanis az AstraZeneca gyártási nehézségek miatt az Európai Uniónak ígért oltóanyagmennyiség mindössze negyedét tudja leszállítani az első negyed évben. A brüsszeli egészségügyi biztos ezek után felszólította az AstraZenecát, hogy teljesítse morális, társadalmi és szerződéses kötelezettségeit. A nem kielégítő teljesítés ellentmond a szerződés szellemének és betűjének is. Visszautasítjuk, hogy aki hamarabb kötött szerződést, az ezzel előnyt is szerzett. Ez a szomszéd hentesnél működhet, de a szerződésekben nem, mondta Stella Kyriakidis. Az AstraZeneca bejelentése a késedelmes szállításokról felkorbácsolta az indulatokat. Több uniós tagállam ugyanis már korábban is felháborodottan követelte az Európai Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket a gyártókkal szemben az unió érdekeinek érvényesítése érdekében. Az olasz kormány már azt is kilátásba helyezte, hogy pert indít a szerződés szegés miatt a gyógyszergyárak ellen, és a keresethez több tagállam is csatlakozni akar. Nem sokkal korábban ugyanis a Pfizer gyógyszercég is arról értesítette Brüsszelt, hogy kevesebb oltóanyagot tud szállítani. Igaz, abban az ügyben sikerült elérni, hogy a gyártást felgyorsító gyárbővítés csak egyetlen hetes kiesést okozzon. A helyzeten sokat segíthet, hogy a francia Sanofi gyógyszergyár közölte, saját oltóanyagának fejlesztése annyira elhúzódik, hogy gyáraiban 100 millió dózis előállításával segíteni tudja a Pfizer vakcinájának gyártását. Ennek ellenére az már világosan látszik, hogy az 1 hónapja indult Európai Uniós oltási kampány legfőbb célkitűzése nem valósítható meg. Lehetetlen a nyár végéig a lakosság 70%-át beoltani.